$500 friends alone. Woman, if you sell me cat and dog, Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda. Serious plan, oh Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda. Köszönjük ezt a hangulatos dalt, és már is megkérem Borhi Miklóst és Pleskó Bélát, hogy jöjjenek ide, legyenek szívesek, és beszélgessünk egy kicsit. Hát elsőként én nem tudom, hogy a kedves nézők tudják-e, vagy ő szerintük elképzelhető, hogy valami köze van a hunok királyának, Attilának a kalipszóhoz. Hát, hogyha nagyon kutatunk a történelemben, akkor rájöhetünk, hogy nem sok mindent találunk, de azért a sors mindig tartogat meglepetéseket. Lebbentsük fel a fájtlat, Miklós, Béla. Mit mondhatunk el a kalipszóról és Attila kapcsolatáról? Mi már nagyon régen szerettük volna ezt a zenét, ezt a szállat felvenni, hogy Henry Belafontét megismételjük magunknak, kicsit feldolgozzuk, tehát ő a mi példaképünk. De az ő mesterét viszont úgy hívták, hogy Attila de Hun. Aki? A mi mesterünk mesterét. Igen, akit úgy hívtak, hogy Raymond. Quedo. És ő a 19. század végén született, és igen, valamikor a 20. század közepéig igen élt, és aktív zenész volt ugye Dél-Amerikában. De azért azt mondjuk el, hogy a kalipszó, hát a görög mitológiából ismerjük ezt a kifejezést, mint nimfát, de mi köze a zenéhez, meg a tánchoz? Hát igazából a kalipszó, mint annyi más hasonló latin-amerikai, dél-amerikai, illetve közép-amerikai zene, illetve műfaj, egy táncból jött, egy táncról kapta a nevét. Ez egy nagyon érdekes, ritmikus, hatalmas, kilengő csípő mozdulatokkal és ruganyos térdel táncolt tánc volt. Itt a Karib térségben, tehát elsősorban Trinidad, Tobago és a hozzátartozó másik 21 Karib-szigeten. Ezt igazából a Franciaországból ide települő telepesek, cukornedültetvényesek, az Afrikából behozott rabszolgák által kezdték el ezt a műfajt, illetve ezt a táncot. Mert a kalipszó az olyan volt, mint napjainkban például a rap, vagy a modernkorban a hip-hop. Meg tehát a stand-up ilyen comedy, mert ki is beszélték a problémáikat. Tehát egy média volt, amiben elmondták az aktuális életnek a szépségeit, problémáit, és ezáltal... És volt egy nagyon fontos funkciója a kalipszónak, ugye a 18. századig nyúlik vissza a rabszolgakorig, ugye akkor tilos volt beszélgetni a rabszolgáknak egymással, és akkor mi történt? Hát ebben, dalokkal, igen, dalokkal mondták el egymásnak a... Én néztem egy trinidadi tévéműsort, hogy hogy néz ki, 8-kor beül egy zenekari árokba, és 11-ig beszélgetnek. Mindenki elmondja, egy énekes két dalban elmondja, gyakorlatilag politizálnak. Ez még idáig jó is lehetne, de mennyire élvezetes. Igen, hát mi azokat vettük ki, illetve már a Belafonte úr is a komerciális
oldalát játssza ennek, még aztán már végképp a Madarak zenekar, hobbi zenekar, nem ennyire tud csak belenyúlni. Mikor indult a virágkora ennek a stílusú muzsikának? Hát amikor ismert lett Amerikába, illetve az európai közönségnek, az az 50-es évek. Nyugodtan mondhatjuk, hogy Harry Belafonte volt az, aki igazából a köztudatba ezt becsempészte. És 56 egy fontos dátum. 56-ban vették föl New Yorkba az első Calypso című lemezét, ami olyan nagyságok, mint Charlie Parker és kísérő zenekara volt az alapot játszó zenekar, mellesleg ebbe az időben Miles Davis volt az egyik trombitás a zenekarban, tehát igazán nagy, úgymond jazz zenészekkel sikerült ezt a lemezt 56-ba felvenni. Az, hogy megszületett ez a formáció a Tobago, nem csodálom, de hogy jött az ötlet, hogy indult ez a kapcsolat? Hát ezt én mondom, ez az úr itt mellettem egy luxushajón zenélt úgy körülbelül a 80-as évek végén, míg én a nicaraguai fronton egy ilyen katonazenekarban voltam, és ez későbbi beszélgetésnél kiderült, szeretjük ezt a stílust. Pont akkor voltunk ebben a körben, két erősen, én helyettesítettem a Magyar Néphadseregbe a Bélát gyakorlatilag, amíg ő ott volt, és mivel két oldalát is látok ennek a világnak, én sokat táncoltam délben, Kunyhókban, tehát ott egészen máshogy vidámabban klasszul élnek az emberek. Béla látta ennek a másik felét is, a sztárokat, akár a Calypso sztárokat, és gondoltuk, hogy egyszer mielőtt még, amíg még élünk, fogalmazzuk ezt meg zenében magunknak. Mi az, amit adott ennek a formációnak ez a zene, meg a közönségnek? Hogy fogadta Magyarországon? Mert azok a dalok, amiket játszik a Tobago, szerintem évtizedek óta a slágerek slágerei. Hát igen, nagyon nagy igény van erre, és az első bulikon is azt tapasztaltuk, hogy már az első ütemnél felismerik az aktuális nótát. Tehát... És mégis érdekes, hogy nincsenek annyira köztudatban ezek a dalok, de még így a világhálón sem annyira. Egyébként elég nehéz zene. Pont az egyszerűsége miatt így nyelni kellett, hogy sokat gyakoroltuk. Pont az egyszerűsége miatt akkora mester Belafonte, hogy tényleg utánozni is nagyon nehéz volt. Ugye angolul énekelnek főleg, vagy a műfaj spanyolul, portugál nyelven, kreol nyelven. Vajon magyarra mennyire nehéz lefordítani ezeket a dalokat, vagy hogy sikerült idáig, és miket fordítottak? Nagyon könnyű. Hát ezek olyan egyszerű témájú dalok. Trinidadban egy gyakori téma, kicsit illetlen téma, a gyermekek csodálkozva nézik a szülőket, és kétségeik támadnak. Még a szülő is nézi a gyermeket, és neki is kétségei támadnak. Ez olyannyira gyakori. Főleg a papákban, nem? Így van. És erről a mama az biztos, a pap nem biztos. Ez már a 70-es évek magyar vendéglátóiparában is egy trend volt. Tehát voltak ilyen trindadi dalok, még a Fülemben van, ahol mindig ez a kínos téma merült föl, még magyarra fordítva. Úgyhogy nagyon könnyű volt magyarítani ezt. És fogjuk is a jövőben, mert olyan egyszerű sztorik vannak benne, hogy megihleti az embert. Ugye szó volt arról, hogy Belafonte születésnapot ünnepel holnap, és ő volt az egyik nagy példakép, vagy ő az egyik nagy példakép, akkor szóljon most a következő dal az ő tiszteletére, mégpedig a Banándal. Erről még egy fél mondatot. A Banándal egy mentódal egyébként, egy jamaikai mentódal, Belafonte is mentó, jamaikai énekes volt. Hát ez egy népdal. Ez egy nagyon egyszerűen népdal, és igen jó üzleti érzékkel az 50-es évek közepén felfedezték ezt New Yorkba. Olyannyira, hogy egyébként a híres Elvis Bill Haley, a mi másik nagy példaképeinknek is magasabb példányszámokat ért el az öreg. Az egész világon népszerű lett most is ezt a dalt hallgatjuk, úgyhogy foglalják el helyüket a zenekar többi tagja mellett, és akkor szóljon a Tobago előadásában még egyszer a Banana Boat, a banán hal dal, amit nagyon sokan szeretnek Magyarországon is. Deo, deo, daylight come and we won't go home. Deo, mi se de, 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 deo. Daylight come and we won't go home. Work all night on and drink a rum. Daylight come and we won't go home. Stack banana till the morning come. Daylight come and we won't go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and we won't go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come.
6 foot, 7 foot, 8 foot punch. Daylight come and we won't go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot punch. Daylight come and we won't go home. De mis adeo. Daylight come and we won't go home. De mis ade, mis ade, mis ade, mis ade. A beautiful bunch, a ripe banana. Daylight come and we won't go home. Highly deadly black tarantula. Daylight come and we won't go home. Live 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and we won't go home. Live 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and we won't go home. De mis ade. Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and we won't go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and we won't go home. Day-o, day-o. Daylight come and we won't go home. A Tobago zenekart hallottuk, mi pedig itt a Kívánság kosárban folytatjuk a jó kívánságok sorát. Az első így hangzik. 65. születésnapját ünnepli Kiskövesden Sallai Pál. E szép ünnep alkalmából...